Kezdjük el a második témát, mégpedig az intelligens tervezettség mellett szóló érvekről. Hallgassuk meg először Kampis György véleményét. Egy legendás példa az irreducibilis komplexitás, a tovább nem egyszerűsíthető bonyolultság és a kedvelt ábra, az ostoros egysejtű farka, holott erre egy nevezetes endoszimbiózis alapú magyarázat ismert, amelynek épp az a lényege, amit az intelligens tervezettség hívei kifogásolnak. Az endoszimbiózis ugyanis azt jelenti, hogy korábban volt két teljes organizmus, egy nagyobb egysejtű és egy spirohéta baktérium belső együttélésben egybeolvad. Ma ennek a matematikai részletei is ismertek. És lám, megint elmaradt a csoda, meg lehetett magyarázni valamit, amiről a kreacionisták bebizonyították, hogy lehetetlen. Mármint elmarad a csoda, ha a fejlődő tudományt követjük. Ez volt Kampis György állítása, és hallgassuk meg Tasi Istvánt. Remélem, megismerkedünk az ábrával is, vagy ezzel a képpel. Igen, meg fogunk ismerkedni. Egy rövid reflexió, amiről nincs diám, hogy Kampis György néha cikkében kreacionistáknak nevezi az intelligens tervezettség támogatóit, de tudnunk kell, hogy itt két külön felfogásról van szó. A kreacionizmus, ez valamely vallásnak a teremtés felfogását vallja. Az intelligens tervezettség egy minimalista tudományos program, amely azt mondja, hogy az élővilágból empirikus alapon, vagy a világ jelenségeiből felismerhető a tervezettség, de ennél többet nem állít, semmiféle teológiai tartalma nincs az elméletnek. Három lépésben fogok választ adni a molekuláris összetettség dilemmájára. Egyrészt bemutatom ezt a mintapéldát, másrészt az evolúcionista magyarázat kísérletet, amit hallottunk, ezt fogom elismételni, kicsit körülírni, és aztán elmondom, hogy én miért gondolom, hogy ez a magyarázat kevés, elégtelen. Az intelligens tervezettségnek mondhatni a kabala állata, vagy a szimbóluma, ez az Escherichia coli nevű baktérium, ami egyébként egy közeli ismerősünk, mert mindannyiunknak a bélrendszerében megtalálható. Ahogy a képen látjuk, van egy nyúlványa, egy ostora, vagy szaknyelven flagelluma ennek a baktériumnak, ami egy bámulatos úszó berendezés. Most nézzék meg ezt a kis négyzetet, azt a területet fogjuk kinagyítani, amit ezen a négyzeten belül látnak. Mert a kérdés az, hogy milyen módon működteti, hogyan forgatja ez a baktérium az ostorát. És amikor nagyon közelről ezt sikerül megszemlélni, az nem egy egyszerű dolog, ugye elektronmikroszkópok kellenek hozzá, de amennyire sikerül összerakni a képet, ez bizony egy ilyen gépezetszerű valami, ami motor jelleggel funkcionál. Álló és forgógyűrűket látunk benne, tengelyt, egy horony részt, és ugye ez a kék rész, ez maga az ostor. Szóval ez be van épülve a baktériumnak a sejt falába, ez a kis motor, rettenetes gyorsan forgatja az egyik irányba, tudja a másik irányba, és rükverszbe tud kapcsolni. Szóval ezek olyan dolgok, amivel Darwin nem szembesülhetett annak idején. Miért érdekes ez? Ugye, mert Darwin nem látta ezt annak idején, amikor ő belenézett a mikroszkópokba, ugye akkoriban csak fénymikroszkópok voltak, neki a baktérium az csak egy pötty volt. Nem ismerték, hogy mi van belül egy ilyen parányi szervezeten belül. Ma már tudjuk, hogy molekuláris gépezeteknek az ezrei működnek hihetetlen összhangban az ilyen léptékű szervezetekben is. Darwin azonban mondott egy érdekes dolgot a saját elméletének a lehetséges kihívásait illetően, így fogalmazott. Ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró, egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Ezt a fajok eredetében mondja, hát itt többféle fordítás is van, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett vagy létezik. Az intelligens tervezettség pártolói éppen azt mondják, hogy Darwinnak ez az idézőjeles önpusztító jóslata, vagy az elméletére nézve pusztító jóslata beteljesedett.
Mert hogy a tudomány olyan szervezeteket ismert fel, amelyek nem jöhettek létre számos apró módosulás révén, amelyek mindig működőképesek. Mert a darwinizmusnak az alap elképzelése az, hogy a szervezetek úgy fejlődnek és alakulnak át egymásból, hogy apró változások történnek bennük, amelyek vagy semlegesek, vagy a szervezeteknek az előnyükre szolgálnak, és így idővel új dolgok alakulnak ki. Azonban, ha már itt a mérnöki tudománynál tartunk, ugye egy motor az összerakásának nagyon sok lépésén keresztül nem működőképes, hanem akkor, amikor teljesen kész van. Lehet, hogy valamiféle más funkcióra, valami rész egysége alkalmazható, de hogy apró lépésenként mindig működőképes módon, hogy az mindig jó legyen közben valamire, sőt jobb, mint amilyen előtte volt, ez egy nagyon meredek, egy nagyon merész állítás, amit nem sikerült mind a mai napig támogatni. Szóval Kampis Györgynek ez a javaslata, áttérve az evolúcionista válaszra, hogy az ostoros egysejtű farkának eredetére az endoszimbiózis ad magyarázatot. Egy egysejtű és egy spiroheta baktérium egybeolvadt. Mit is jelent ez? És egyúttal néhány problémát is hadd említsek már vele kapcsolatban. Egyrészt a témával foglalkozó szakirodalom, ugye, akiket felgerjesztett ez a kihívás, amit az intelligens tervezettség a tudomány felé mutatott, az evolúcionista tudomány felé, másféle válaszok irányába indul, nem ilyen irányban, amit Kampis György javasol. Másrészt Kampis György a cikkében nem ad referenciát. Ugye ez egy évtizedek óta vitatott téma, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ezt ennyivel el lehet intézni, akkor az ember elvárná, hogy legalább ad egy lábjegyzetet, hogy hol is van ez ennyivel elintézve, hol van ez megmagyarázva részletesen. Másrészt, és azt hiszem ez egy komoly kifogás, Kampis György nem konkrét esetre válaszol. Hogyha megfigyelik a válaszát, hogy az ostoros egysejtűről beszél, ami egy egészen másik élőlény, mint a kóli baktérium. Nekünk, ugye az emberi léptékek világában élőknek majdnem mindegy, hogy mi van a mikroszkóp alatt. De akik a témával foglalkoznak, azok tudják, hogy az ostoros egysejtű egy eukarióta élőlény, eukariótának azokat az élőlényeket nevezik, amelyeknek elkülönült sejtmagjuk van, membránnal határolt sejtmagjuk és membránnal elhatárolt sejtszerveik, míg a prokarióta élőlényeknek, így a baktériumoknak nincs elhatárolt sejtmagjuk. Ez lehet, hogy még mindig kis különbségnek hangzik nekünk, de a biológiai osztályozás szempontjából egy hatalmas törésvonal van a kettő között, a prokarióták és az eukarióták között. Szóval amikor Kampis Györgytől egy prokarióta élőlénynek az ostorára kérnek választ, ő egy eukarióta élőlénynek az ostorára kínál egyféle magyarázatot, de ennek a kettőnek az ostora nem ugyanolyan szerkezetű. Másféle fehérje molekulákból van, másféle a szerkezete, a működési mechanizmusa és a mozgása. Hogy egy fontos különbséget említsek a kettő között. A kólibaktérium ostora forgatható. Ugye egy baktérium ostor motort láttunk. Az ostoros egysejtűnek a flagelluma vagy ostora nem forgatható, az csak egy olyan csáp, amit lóbálni lehet, nem forog. Szóval amikor éppen a motor eredete a kérdés, akkor éppen a motort kihagyni a válaszból, azt hiszem, hogy egy kicsit trükkös megoldás. Egy idézetet hadd mondja Clint Margulistól, aki az endoszimbióta, endoszimbiózis elméletnek a megalkotója. Azt mondja, az eukarióta egysejtűek ostora semmiben sem hasonlít a prokarióták ostorához. Mi is ez az endoszimbiózis megközelítés? Tulajdonképpen ez az elmélet arra kísérelt meg választ adni, amire az előbb utaltam, hogy vannak prokarióta egysejtűek. Ugye a tudomány, az evolúcionista tudomány úgy gondolkozik, hogy először voltak az egyszerűbb élőlények, mint például a prokarióták, és később jöttek létre az eukarióták. De a kettő között van egy nagy szakadék. Az eukariótákban olyan sejtszervecskék vannak, olyanoknak a sokasság, ami a prokariótákban nincs. Tehát egy kérdés, hogy ezek honnan jöttek létre, honnan vannak? Mondjuk ez egy sematikus ábra egy eukarióta egysejtűről. Látjuk, hogy egy egész kis komplex világ működik benne. Azt mondják, hogy mint egy város összetettsége, ahhoz hasonlítható a különböző rendszereknek az együttműködése ezen belül. Szóval honnan vannak ezek a szervecskék, organellumok az eukariótákban, amelyek nem voltak a baktériumokban.
Lynn Margulis javasolt erre egy dolgot évtizedeken keresztül tanulmányokban, majd egy könyvben 1981-ben, amelyben azt feltételezte, hogy azok a sejtszervecskék, amelyek ma az eukarióta egysejtűekben találhatók, ezek valamikor önálló élőlények voltak, ezt látjuk itt az ábrán, majd, ahogy belekerültek abba az egysejtűbe, akkor elvesztették az azonosságukat, a függetlenségüket, identitászavarba kerültek, és elkezdtek annak az másik egysejtűnek a szerveként funkcionálni. Ez egy teljesen hipotetikus magyarázat egyéb iránt, nincs rá semmiféle laboratóriumi kísérlet vagy részletes levezetés, gyakorlatilag egyféle fogózó vagy egy próbálkozás, amivel a materiális módon gondolkodó tudomány kísérletezik, próbálkozik. Ugye az adott példánkra vetítve az endoszimbionta elképzelésnek az volt a koncepciója, hangsúlyozom megint az eukariótákra és nem a baktériumokra vonatkozólag, hogy volt egy nagyobb egysejtű és egy spiroheta baktérium, ilyenek ma is léteznek, úgyhogy ilyen speciális csavart alakú baktériumok, például a Lyme-kornak a baktériuma az éppen egy ilyen spiroheta baktérium, amit kullancsok terjesztenek. Szóval a történet, az elképzelt történet úgy szólott, egyszer volt, hol nem volt ez a két élőlény, majd a spiroheta baktérium találkozott ezzel az egysejtűvel, valahogy belefúródott, de nem sikerült teljesen, de ki se szakadt, és ostor lett belőle. Ugye ez a történetnek a lényege, de szóval ez nem áll igazán tudományosan megalapozottabb szinten, mint ahogy most elmondtam. Sőt, mi több. A szakma, a biológus szakma, az evolúcionista biológus szakma így vélekedik erről az állításról. A javaslat nem nagyon talált elfogadásra, mivel a flagellumban nincs DNS, mint hogy a spiroheta baktériumban van. Továbbá az anatómiai struktúrája sem hasonlít a prokarióta baktériumokéhoz. Szóval magán a szakmán belül ez az elképzelés a flagellum eredetére nem elfogadott. A mitokondrium eredetére, kloroplastis eredetére valamelyest jobban bevett, de még ugye az evolúcionista szakma is elutasítja ezt a magyarázatot. Szóval a kérdésem az, hogy ilyen egy jó magyarázat nem a vizsgált élőlényre vonatkozik, egy másik típusú ostorról beszél, egy vitatható elképzelést, az endoszimbiózist hozza fel, annak egy olyan részére hivatkozik, amely szakmai körökben sem elfogadott, semmiféle részletet nem közöl és nem is utal azokra, csak próbálja elbagatelizálni az egész problémát. A magyarázata nélkülözi a tapasztalatot és a kísérleti ellenőrzést, ami a tudományos gondolkodásnak a lényege lenne, és kérdéses az összhangja a biológiai realitással, hogy ilyesmi történhet-e, ugye? Hétköznapi példával élve, valakit előtt egy autó, de olyan szerencsésen történik a találkozás, hogy az autónak a motorja beépül az illetőbe, és amikor beugrik a vízbe, akkor sokkal gyorsabban tud úszni a farmotorjának köszönhetően. Szóval mennyi a realitás egy ilyesféle dolognak? Az élő szervezetek esetén nem könnyebb a kérdés, hogy az élő szervezetek organikus egységek, itt egy organikus másik egység, hogy képzelhető, hogy pont úgy illeszkedik, hogy az pont ott valami funkciót el tud találni, egyiknek is jó, másiknak is jó. Léteznek persze szimbiózisos kapcsolatok a természetben, különböző fokon, de ilyen folyamatot soha nem látott senki, hogy egy élőlény feladna az identitását, és egy szerv lesz belőle. Ehhez képest Kampis György azt mondja, elmaradt a csoda, ezt is meg lehetett magyarázni. Hát én nem hiszek ebben a magyarázatban, én azt gondolom, hogy ez egy bluff, ami inkább a tanácstalanságot teszi nyilvánvalóvá ezzel a témával kapcsolatban. Tájékozatlanok leszerelésére talán jó, de egy kicsit is tájékozott embert inkább csak felbőszít, és azt gondolom, hogy az ilyesféle megközelítések, ezek ártanak a tudomány hírnevének. Azt gondolom, hogy nem kellene színlelni a tudást, hogyha valamit a tudomány nem tud, akkor mondja azt, hogy nem tudjuk, lehet, hogy fogjuk tudni, lehet, hogy nem fogjuk tudni, de most nem tudjuk. Ettől függetlenül, hogyha valaki szeretne hinni ebben, akkor higgyen. A kérésem csak az, a javaslatom az, hogy ez a hit, ez ne legyen kötelező. Ha jól értem, akkor tán még az előadásunk felénél sem tartunk, de egy dolgot már sikerült bizonyítani, hogy Darwin tévedett. Ugye vagy abban tévedett,
az elméletében, az evolúció elméletben, vagy abban, hogy az megdől abban a pillanatban, amikor ilyen bonyolultságú szerkezeteket találunk.